Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! A következőkben a Hősök útjára fogok lépni. Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! A Hősök útjában a játékosoknak a célja a lehető leglegendásabb hős történet megalkotása. Ezt kártyák megszerzésével és rúnadobásokkal érhetik el. Lássuk, hogy játsszák. A Hősök útja című játékban a játékosok rögtön kapnak egy játékos táblát. Most úgy készítem elő, minthogyha ketten játszanának, csak a másik játékosnak a játéktere nem látszódik. Ahhoz, hogy bemutassam a játékot nagy vonalakban, erre nem is lesz szükség. Három fő fejezet van, és a játékos rögtön három nagyon fontos kártyatípust kap, mindegyikből kettőt. Kettő eredetkártyát, kettő motivációt, illetve kettő végzetet. Ezek alapján tudja kiválasztani az úgynevezett különleges képességeit a játékos. Ha legelőször játszhatok a játékból, akkor mindegyikből egyet kap a játékos ahhoz, hogy be tudja gyakorolni pontosan a játék sodrását, tehát kap két eredetkártyát, két motivációkártyát, illetve két végzetkártyát. Ezen kettők közül mindegyikből egyet választ majd ki, ebből az eredet, illetve a motivációt felfordítva tartja majd maga előtt a saját játékterén, a végzetet pedig lefordítva. A végzet minden esetben játékvégi pont, igen, ez egy pontgyűjtögetős játék, és nagyon fontos az egyezményes jelölés. A rombusz, legyen az fehér, fekete, esetleg piros színű, az mindenképpen a játék végén győzelmi pontot ért, tehát alapvetően a rombuszban lévő számokat gyűjtögetnek a játékosok, és az félreérthető lehet a játék folyamán, hogy elképzeled, hogy fekete vagy fehér, ez teljesen mindegy, hogyha ilyen élirányított négyzetben, azaz rombuszban van az a bizonyos pont, ez lehet kártyán, esetleg teljesített mindenféle kalandkártyán jelölés, akkor az játéknak, a játékosnak a játékvégén pont. A végzett kártya határozza meg, hogy mire érdemes gyúrni a játékosnak, ebben az esetben bizonyos szimbólumok gyűjtögetésére, itt különböző szimbólumok gyűjtögetésére elképzelhető, hogy a játékos történet kártyákból származó pontok adnak majd plusz pontot a játékosnak ebből, tegyük fel, hogy ez a játékos különbözőeket szeretne gyűjtögetni, ezt lefordítva ide teszi, és ezeket a szimbólumokat, ezeket a különleges képességeket próbál meg a játékos összehangolni, ebből ezt választja ki, és a játékos a körében a rendelkezésre álló kártyák kalandok közül próbál meg teljesíteni és gyűjtögetni a megfelelő kártyai alá. A játék elején csak az első fejezetből választhat kártyákat, tehát úgy fog kinézni a játék, hogy amíg az eredet kártyad három kártya nincs, addig nem választhat a második fejezetből. Amint valamelyik játékos teljesíteni azt a követelményt, hogy három kártyája lenne egy ilyen kártya alatt, tehát négy kártya gyűlne össze, akkor felcsapunk a következő fejezetből is négy kártyát, és a következő játékosok már onnan is választhatnak. És a játék legfontosabb része az a bizonyos rúnadobás, a játékosok elsősorban ezzel szereznek meg kártyákat. Itt nagyon sok terminus technicus kifejezés használ a játék, mint például ezek a jelölések, ezek mindegyik fed valamit, és mindegyik kártyatípusnak megvan a maga kis elnevezése, és izgalmas elem a játéknak, hogy van egy romlottság skála, ez a bizonyos erény, hogy a játékos mennyire jó szívű, kedves, a többiekkel esetleg gonosz, ennek függvényében játszhat majd le bizonyos képességű lapokat. Ezek a lapok vagy kifejezetten jó szándékú a kedvesek, vagy esetleg kifejezően többiek játékát bonyolító rossz szándékú lapok, mindegyik egy pontot ér lejátszását követően, és a játékosnak van lehetőség ilyen lapokat szerezni. Bármilyen ilyen lapot tarthat a kezében, viszont a lejátszás azt határozza meg, hogy ez az erény jelölő, ez pontosan hol van azon a bizonyos erény skálán. A játékos a körében dönthet, hogy megszerez egy tulajdonságot, esetleg szembenéz egy kihívással. A kettő között az a különbség, hogy a kihívásnak van egy alsó meg egy felső része, egészen biztosan egy bizonyos sikerpontot kell elérni a játékosnak ahhoz, hogy elvehesse azt a bizonyos kártyát. Tegyük fel, hogy ez a játékos kezd, azt mondja, hogy jó, ő meglehetősen jó az állhatatossággal, illetve az okossággal, és megpróbál egy olyan kihívással szembenézni, amiben tudja kamatoztatni ezt a képességét. A játék úgy működik, hogy van három alap rúna, abból kettőnek siker van az egyik oldalán, a másik oldalán pedig semmi, illetve van egy, aminek siker van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy ilyen kártyahúzási képesség, és a játékos tehát, hogy milyen kártyát húz fel. Ezzel biztosan dob a játékos, és ehhez próbál meg plusz rúnákat hozzáadni. Ebben az esetben 4 sikert kell dobni ennek a játékosnak, hogyha szeretné teljesíteni. Ez a 3 alaprúnával egészen biztosan nem sikerülhet, nincs annyi siker, de ennek a játékosnak van lehetősége
az itt látható jelölésekkel felturbózni, úgyhogy az adott színű rúnákból hozzáadhat a kezéhez az ilyen szimbólumokat. Ez a kaland megengedi, hogy ilyen szimbólumokat adjon hozzá. Ez a játékos ráfuthatna erre a bizonyos kalandra is, viszont ilyen szimbólumai nincsenek, úgyhogy meglehetősen nehéz a három alaprúnával kidobni ezt, úgyhogy tanácsos a saját karakternek megfelelő kalandokra bírni a hősét a játékosnak, úgyhogy ez a játékos azt mondja, hogy felturbózta a dobás lehetőségeket ezzel, él rögtön a képessége, lehet, hogy hozzá tudna adni még egy rúnát, hogyha elköltene egy bizonyos tapasztalati pontot. Ez nagyon izgalmas elem a játéknak, ugyanis a játékosnak van lehetőség elkölteni egy tapasztalati pontot, hogy sötét rúnát adjon hozzá, ezt akár háromszor is megteheti. A sötét rúna egy sikert biztos, hogy ad, de abban az esetben, hogyha a játékos holdat kapna, az két sikernek számít, viszont kell lemennie a romlottság skálán, ami meghatározza a későbbi kártya lejátszás lehetőségeket, és hogyha meglehetősen romlott, akkor nem is dobhat ilyen sötét rúnával, és mínusz 4 pontot kap a játék végén, tehát a játékvégi pontot is meghatározza ennek az állása. A játékos azt mondja, hogy nagyon jól áll ebből a szempontból, ő nem szeretne ezzel élni. A játékos megfogja ezeket a rúnákat, és dob belük, ezután pedig összeszámolja ezt a bizonyos eredményt. Minden egyes játék tér rögtön egy pici segédlet is, meghatározza a játékosnak, hogyha bizonyos szimbólumokat dobott, azok mit jelentek, ez egy siker, két siker, három, négy siker, ez semmi. Ez pedig egy kártyahúzási lehetőség. Amit az előbb elfelejtettem mondani, pedig nagyon fontos, hogy amikor egy játékos szembenéz egy kihívással, akkor rögtön meghatározza, hogy az alsó részével vagy a felső részével szeretne megbirkózni. Ennek több szempontból jelentősége van. Elképzelhető, hogy az alsó részéhez plusz sikert kell hozzáadnia, és itt mindenféle gyűjthető szimbólumok és más képességek, más erények gyűjthetőek. Itt ez a stratégiai döntése a játéknak, hogy mit szeretne gyarapítani, ugyanis ezt a kártyát ezt vagy az alsó felével, vagy a felső felével fogja becsúsztatni az adott kártya alá. Tegyük fel, hogy ez a játékos azt mondja, hogy szeretné turbózni ezt a bizonyos okosság, ezt a bizonyos intelligencia szimbólumot, és a felső részére ment, kidobta a kötelező négy sikert, húzhat egy kártyát, és azt mondja, hogy elsősorban erényes szeretne lenni, és beilleszti a megfelelő szimbólum alá, és ez a szimbólum, ez gyarapította a ráhatását a játékosnak a játékra, és egy antihős kártyával is gazdagabb lett ez a játékos. Ezeket a kártyákat a játékos a körében játszhatja le, amint lejátszotta, teljes mértékben ki kell tudnia használni a képességét, tehát luftra nem játszhatja le. Ezek elképzelhető segítik a dobását, és elképzelhető meglehetősen gonosz kártyák, ez egyik leggonoszabb kártyatípus, az a sötét úr bajnoka, amikor újra dobatja egy másik játékossal a kidobott rúnákat, plusz egy sikerrel, tehát meglehetősen meg tudja nehezíteni a másik játékosnak a játékát. Ez azonnal töltődik, és egy következő játékoson a lehetőség, hogy valamelyik kártyát szerezzen meg. Abban az esetben, hogy a tulajdonságot szeretne megszerezni, akkor az ott látható követelményt kell teljesíteni. Ennek az a különbség, hogy nincs két része, ez csak felülről csúsztatható be a következő kártya alá. Tegyük fel, hogy a másik játékos, a következő játékos lépett, ő ezt elvitte, ezt automatikusan töltjük, és egy újabb lehetőséggel néz szembe a játékos. Újabb három alaprúnával hát ezek a rúnák visszakerülnek a közös készletbe, és az a játékos megpróbálja a lehető legügyesebben menedzselni ezt a bizonyos dolgot, és azt mondja, hogy jó, ő neki nagyon tetszik ez a bizonyos mágikus próba nevű küldetés, számára az, hogy misztikus tanokat használ, az rendkívül csábító, és szeretné három ilyen intelligencia jelölővel rendelkezni majd a játék végén, és megpróbálom majd ilyen szimbólumokat gyűjtögetni. De érdekes, emlékeztetem a játékosokat vagy a nézőket arra, hogy ő megpróbál különböző szimbólumokat gyűjtögetni, és megpróbálja ezt szerint alakítani a játék a sodrásra, tehát nem biztos, hogy megéri, hogy csak ugyanolyan szimbólumokat gyűjtöget, az egy bizonyos dobásra meglehetősen erős tud lenni, méghozzá azért, mert minden rúnából három van, és van egy pöttyökkel ellátott rúna, amivel csak akkor dobhat a játékos, hogy a három ugyanolyan szimbólummal rendelkezik. Ennek az egyik oldala dupla siker, a másik meg egy győzelmi, akarom mondani, egy adott szimbólumú jelölés. Elképzelhető, hogy ez győzelmi pontot, de elképzelhető, hogy valamilyen kártyát enged meg a játékosnak. Abban az esetben, hogyha egy játékosnak kigyűlt, tehát itt az alapkártyája alatt három kártya, tehát négy kártya található itt, akkor a következő fejezethez is felcsapunk kártyákat. Ehhez már meglehetősen trükkösebb dobások szükségesek, több kombináció szükséges. Itt már előfordulhatnak ellenlábasok, amiknek az egész játékra hatása tud lenni. A harmadik korban meg meglehetősen komoly ellenségek tudnak lenni, nagyon komoly győzelmi ponttal rögtön a kártyákon. Előfordulhat, hogy szövetséges jön fel, abban az esetben, hogyha a játékos körében szövetséges kerülne elő, akkor rögtön egy másik, nem
tulajdonság, hanem egy kihívás fölé kell csúsztatni. Minden esetben teljesen mindegy, hogy melyiket teljesíti a játékos, plusz egyel növeli meg a sikerszámot, de onnantól kezdve, hogy a játékosnak szövetségese van, azt nem más kártya alá csúsztatja be, hanem maga mellé teszi és használhatja a képességét, esetleg eldobhatja azt az adott szövetségest. Ezen is lehetnek olyan szimbólumokat, amiket érdemes gyűjtögetni a játékosoknak. Amint mindegyik játékos begyűjtött volna az első fejezetből három kártyát, akkor az első fejezetből már nem gyűjthetőek kártyák, azok kimennek a játékból, és így megy a játék mindaddig, ameddig valamelyik játékos a végzett kártyája alá be nem gyűjtött három lapot, ekkor a többieknek már csak egy köre van, és utána kezdetét veszi a pontszámítás. Egy ilyen pici füzetke segítségével a játékosok kiszámolják, hogy pontosan különféle komponensekből, különféle kártyákból, jelölőkből hány győzelmi pontot gyűjtöttek. Nagyon fontos, itt van ez a bizonyos szedgyűjtögetés, azonos szimbólumokat próbál meg gyűjtögetni a játékos, ha négyet összegyűjtött, akkor még 8 pontot kap minden ilyen kigyűjtött szettért, és aki így a legtöbb győzelmi pontot gyűjt, ő nyeri meg ezt a társasjátékot. Az egyik legrégebbi és legszertágazóbb társasjátékos műfaj a role-playing game, amikor a játékos egy szerepet alkothat meg, ő találja ki, milyen magas, milyen kasztó, milyen figura, és mindenképpen szeretne arra a kérdésre választ kapni, hogy ki ő, milyen világban dolgozik, ő mit csinál, jó fiú, rossz fiú, ork, esetleg ember, fegyverhasználó, vagy esetleg bölcs, mágus, és egy csomó játék közelíti meg ezt a bizonyos világot különféle eszközökkel. A hősök útja vállalása, hogy mindezt a hatalmas nagy univerzumot és lehetőség tengert, ezt egy nagyjából 60 perces játékba sűríti, kártyák és egy különleges alkatrész a rúnavetés segítségével. A hősök útja állítása izgalmas, egy bizonyos mennyiségű kártyakészlet és annak randomitás egymásra hatása alkotja meg a játék lényegét, hogy a játékos a játék végére egy kifejezetten egyedi, maga által kreált utat mutathat majd fel, és szerintem nagyon fontos és kardinális a Hősök útja című játék esetében, hogy a végén meséljétek el a történeteteket. Mondja a játékszabály, és szerintem nagyon fontos a lényeghez közelítő történet, hogy a végén meséljem el, hogy ki vagyok én, mit csináltam, milyen kalandokon mentem keresztül. A játéknak a vállalása szerintem nagyon kemény, ugyanis két nagyon ellentétes, különböző műfaj házasítását, mint két mágnes pólus egymáshoz szorítását próbálja elérni. Egyrészt, minél látványosabb díszletek, festmények, a klasszikus amerikai típusú játék és az abból adódó szerencsefaktor a sikerre való dobás intézményét próbálja meg eurósítani, hogy minél több minden legyen számolható, tudjak esélyt kalkulálni, milyen eséllyel, ez a kártya van a kezemben, megpróbálok taktikailag fellépni, megpróbálom optimalizálni azt a bizonyos dobást, úgyhogy van egy nagyon izgalmas szándéka a játéknak, pár éve keresik a játékok, mint például a Lords of Waterdeep, hogy ezt a két alapvetően ellentétes ízt hogyan lehetne házasítani. És szerintem mindenképpen parádés a Hősök útjának ez az igénye, hogy maradjon meg a klasszikus role-playing gémeknek az az íze, az a bizonyos különleges aromája, hogy igen, akkor most nagyon fantasy világ, és azt nagyon szépen kísérik a különböző festmények, és a szépen dolgozik is, nagyon gazdagnak érződik a játék. És a játék végén, amikor elkészülnek a karakterek, olyan színpompás történetet tudok felsorolni, hogy az csak na. És közben, játék közben is azért próbálom azt a bizonyos ízt érezni, hogy jó, sikerre dobok, elképzelhető, hogy én kitalálok játék közben tök frankó dolgokat, és szarul dobtam. Szerintem nagyon jó mechanizmus az a bizonyos korrupció rúna, az a bizonyos romlás, hogy én dönthetek úgy is, hogy egészen biztosra szeretnék menni, és játszottam ezt a játékot kifejezetten eurós kollégával, akinek nagyon fontos igénye, hogy tudjon utána számolni, hogy tudjon esélykalkulálni, és minimalizálni azt a bizonyos szerencsét. És neki is adott kapaszkodót ez a játék, hogy ha szeretnél utána számogatni a dolgoknak, akkor van rá lehetőséged. Ugyan nem kifejezetten nagy, szerintem ez egy kifejezetten taktikai társas játék, és inkább az adott helyzetre próbálok meg reagálni, tehát semmiképpen nem is stratégiai játék, tekintsetek erre a játékra. Itt a fő szereplő az a bizonyos történetnek a leírása, a történet elmesélése, az egyedi karakteralkotás. Szerintem nagyon sokat dolgoztak a készítők az interakció megteremtésén, ez főleg gonoszkodás szintjén, pár ilyen kedvességkártya, én adok magamnak valami jót, ebből te is kaphatsz valamit, tehát az a bizonyos autobalansz rendszert a játékosok egymás között lerendezik, és én például, hogyha nagyobb játékos számmal játszunk, és tudom, hogy ő meglehetősen a gonoszságsában, és főleg ilyen fekete hátoldalú kártyákat, gonosz gomba kártyákat tud ellenem lejátszani, akkor én nem nagyon tudok bőségesen elhúzni, mert előbb-utóbb ez a dobd újra egyre nagyobb sikerigényel, kártya meglehetősen kemény, tehát szerintem az interakció
jó, szépen segíti a játéknak azt a bizonyos balanszrendszerét. Szerintem ami picit gyengébb pontja a játéknak, az a játékszabály és bizonyos komponens minőség. A képek szépek, bár nem kifejezetten koherens, tehát különféle művészektől érkeznek, meglehetősen más stílussal, én nem éreztem kifejezetten ezzel problémát, viszont egyes műanyag alkatrészek, pláne a rúnáknak a wow, de izgalmas megoldásához képest nekem egy picit kirít, illetve ami nekem mérsékelten segített, amikor játékszabályból tanultuk, akkor a játékszabály pontokon adott teret a kreativitásunknak, és meglehetősen beszédes, hogy a hátsó dupla oldalon a gyakran ismételt kérdések része van, ami bőséges, és simán ráfuthatunk ez a most ez alatt mit ért, most az a fogalom az pontosan mit akar, mert van bőven terminus technicus, úgyhogy szerintem a játékszabály türelmet kér. Szerintem kifejezetten izgalmas ebben a játékban ez a bizonyos rúnadobás rendszer. Legutóbb a Nagaraja című játékban láttam hasonlót, amikor ilyen kis dobó rudacskákat dobtunk el, de kifejezetten rúnavetés nem nagyon fordult elő más játékban, és kifejezetten jó érzés, amikor jó nagy maroknyi 5-6 rúnát vetek el, és annak az eredményét, mint egy ilyen pénzfeldomás eredményét utána kalkulálom. Izgalmas. Ezt leszámítva olyan nagy forradalmi játékmegoldást nem nagyon tapasztaltam a játékban, sok-sok más játékhoz hasonlítható, de szerintem aki ebben a játékban karakterépítést, történetszövést, illetve történetszövésnek a kisegítését, támogatását várja, az megtalálhatja ebben a játékban, és pontokon a kifejezetten pont habzsoló játékosok is megtalálhatják a számításukat. Tetszett a készítőknek az igénye, hogy lehetővé tették, hogy egyedül is játszható legyen a játék, és a kooperatív mód is nem kellően trükkös kihívással tudja állítani a játékosokat. Nekem az ideális játékos számom a 3-4, 4-en a nagyobb kínálat szerintem frissebb játékém, nagyobb tervezhetőséget jelent, de szerintem 2-n is kifejezetten primán működik. Köszönöm szépen ezt a játékot a Game Clubnak, bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a társasjátékos tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot! Sziasztok! Én egy telepes vagyok, aki született vezető. Gyermekkorában megtudja, hogy titkon király leszármazott. Előzök egy kísértetet. Ellenállok a kísértésnek, felmászok a csúcsra, vigyázok a városra, kinyitom a titkos kamrát. A frontvonalban harcol. Letaszítom a királynőt a trónról, helyreállítom az egyensúlyt, kétszer is átjár a kétségbeesett düh. Leszek a sötét úr bajnoka, és dicsőséges győzelmet alatok, a sötétséget megtagadom, és én leszek a végzett hősnek.